Az e-agrárrendszerrel és egyéb mezőgazdasági témákkal kapcsolatban vendégem Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot! Hogy áll most a regisztráció, a gazdaságok hány százalékának sikerült ezt a lépést megtenni? Hát a regisztráció az folyamatban van, és arról, amiről beszéltünk ezelőtt másfél-két hónappal, az most ugye körülbelül a fél ideje van. Ugye ez a központi információs rendszer, amit e-agrárnak nevezünk, ez ugye beindult, és március 20-ától be lehet regisztrálni. Azaz két dolgot is le lehet ugye ezzel zárni és teljesíteni. Az egyik az azért, hogy felújítják a gazdaságot a gazdák, másik pedig az, hogy a változásokat ide bejegyzik, és ez előföltétele annak, hogy azután tudjanak majd pályázni. Elég sok előnyét mondták már így a hónapok meg a felkészülés során, hogy nincs több papíralapú rohangálás ide-oda, de a gazdák a hátrányoktól félnek, és az első rögtön a regisztráció nehézsége. Hogyan lehet ezt egy kicsikét gördülékenyebbé tenni, hogy ne ijedjenek meg a gazdák ettől? Eddig 240 ezer gazdaság kérte le a bejegyzéshez szükséges EID paramétert, és volt egy március 16-ától 20-áig tartó időszak, amikor próbáltuk a rendszert, ekkor szúrópróba szerűen fölhívtak 12.500 és 13.000 gazdaság között hívtak a mezőgazdaság szaktanácsadási szolgálatok szúrópróbaszerűen, hogy megnézzük a rendszer működik, amikor meggyőződtünk abban, hogy igen, március 20-ától megnyit ez a lehetőség, és a gazdák alkalmazzák. Természetesen sok a kérdés, és mivel új dologról van szó, volt egy kis félelem is, mivel nagyon sokat voltunk terepen, és mindenkit bemozgattunk ebbe a rendszerbe, hogy tudjon segíteni. Természetesen a szaktanácsadási szolgálat, a minisztériumi munkatársak, az önkormányzatban lévők is, természetesen a Vajdasági Agrárszövetségnek a falugazdásza is ott vannak a terepen, is segítenek a gazdáknak. Jól haladunk egyenlőre, ilyenek a visszajelzések, és közeledünk a pályázatoknak a kiírásról, és addig én biztos vagyok benne, hogy mindenki be tud majd jegyezni, be tud regisztrálni, és tud majd pályázni. Egyes gazdák most így nem is tudják, hogyha nem regisztrálnak be, akkor nem bírnak a legkorábbi pályázatokon részt venni, kizárólag e-agráron lehet majd pályázni, vagy van valami köztes megoldás is? Természetesen én a fórumokon is, és nyilatkozva a sajtóban is, itt önöknél is elmondom most is, hogy ugye az idei mindenben más, mert ugye az e-agrál az alapföltétel, alapnak tudjanak pályázni. Be kell regisztrálni ahhoz, hogy tudjanak pályázni akármelyik támogatásra. És hogyha már a támogatások és a pályázásokról beszél, akkor megemlíteném, ugye, hogy április 3-ától indítjuk a pályázatoknak a kiírását, 3-ával indul és lesz kiírva a pályázat április 3-ától május 15-ig a területalapú támogatásra. Ez egy 45 nap, és mindenkinek lesz ideje, addig még le nem zárjuk, hogy ide beegyezzen és beregisztráljon. Aztán április 3-ától 15-ig lesz a 2023-as első negyedévnek a tejprémium támogatásának a kifizetése, ebben az időszakban kérelmezhető, és megemeltük ugye 10-ről 15 dinárra. Azután április 15-től május 15-ig lehet pályázni a genetikára, azaz a genetikai állománynak a beszerzésére, minőségi állatok, törzskönyves állatoknak a vásárlására, itt tudnak a gazdák 50%-os visszanemtérítő támogatást pályázni. Azután ugye április 10-től május 10-ig a borjútnevelő tehenekre, április 20-tól május 10-ig a hízalásra lehet pályázni, és a méhek utánjáró támogatása május 1-től május 20-ig is, és ezt mindet így azért mondtam gyorsan, hogy minden pályázat az e-agráron keresztül lesz elérhető, és lesz idejük a gazdáknak abban az online felületen ide bejelentkezni és lehívni a támogatásokat. Amikor elkezdődött az e-agrár rendszernek a beharangozása, akkor sokan feltették a kérdést, hogy hát és mi lesz a tavaly elmaradt támogatásokkal, ezt sikerült rendezni? Én köszönöm ezt a kérdést, mert ez ugye, én említettem
nagyon sok helyt ugye mi akkor is mentünk lakossági fórumokat tartani, és elmentünk a gazdák közé, és beszéltünk, megbeszéltünk mindent, megpróbáltunk minden témát érinteni, azokat is, amelyek nehezek. Ugye emlékezzünk vissza a november hónapra, 2022. novemberében teljesen más volt a helyzet, és voltak pillanatok, amikor ugye megkérdeleződött annak az esélye, hogy talán ki lesznek fizetve a támogatások. Mindenkinek az álláspontunk egyértelmű volt, hogy azokat a támogatásokat, azokat az eszközöket, amik a gazdáknak jár, az egyértelmű, ki kell a fizessen a mezőgazdasági minisztérium. Ez akkor volt novemberben, és most március hónap alatt kifizetése került az összes 2022-ben lemaradt támogatás. És ez nagyon fontos, a gazdáknak ez jár, ők erre pályáztak, úgy a növénytermesztés, úgy az állattenyésztési ágazatban mindenhol. És hogyha már itt vagyok, megemlíteném azt is, hogy ugye emeltük a támogatásokat, nem csak a tejprémium emelkedett 10-ről 15 dinára, hanem emeltük a tejerőteheneknek 25 ezerről 30 ezer dinára, és fiatal előhasú üzők vásárlásánál 170 ezer dináros vissza nem térítendő támogatást lehet majd pályázni, de ez majd a pályázatokban minden definiában lesz. Ezek, amikor megjelennek, és akkor lesznek. Akkor lesz majd aktuális, viszont ugye a fókusz a támogatások növelésének ugye alapból az állattenyésztési ágazatra vonatkozott, és minden olyan támogatás marad, lesz elegendő pénz, most lett elfogadva a rendelet módosítása, és a 2023-as évre az állattenyésztési ágazat, a növénytermesztés és minden ágazatra, a szektorra, berendezésre, földszerelésre, földolgozó kapacitásokra meg lesznek az eszközök, biztosítva annak is a gazdákat szeretném nyugtatni, hogy az e-agrárba, hogyha bejegyeznek időbe tudnak pályázni, megvan hozzá minden támogatás és lehetőség a terepen, hogy időben legyenek ezzel a művelettel, és hogy el tudják végezni. Beszélgetésünk végére röviden, tud az állam valamit tenni az ellen, hogy ugye már most megemelték a tejprémiumot, de bejelentették a felvásárlók, hogy ők viszont akkor csökkentik a felvásárlási árat. Nyilván ezek magán cégek, nem az állam tulajdonában vannak. Tud valamit a minisztérium tenni, hogy ne ellensúlyozzák a tejprémiummal megnövekedett felvásárlási árat azzal, hogy ők viszont lecsökkentik? A minisztérium, én amióta ott vagyok, minden évben téma tej, és ha állattenyésztési ágazatról beszélünk, akkor legalább az energiának fele vagy a szándéknak a fele, az odatolt energiának a fele a tej ágazattól megy el. Most is az elmúlt időszakban is mindent megtettük annak érdekében, hogy itt a felek közötti koordinációt, a szóba álló felek, itt gondolok a termelői ágazat és a felvásárló közötti ágazat közötti kommunikáció ez rendben legyen. Mindent, mondom, eddig is sikerült venni, és most, ha tavalyi, ennek eredménye mondhatnám, hogy a tavalyi 40-45 dináros fölvásárlási tejár mellett most 65-70-75 dináros fölvásárlási tejárak vannak, ugye függ természetesen a beltartalmi értékre és a minőségének, a tej minőségre, plusz a 15 dináros tejprémium, úgyhogy 80-85 dináros áron jóval az önköltség ár fölött vannak a gazdák, és ezzel is, és az említett támogatásokkal mindet összevetve rendben lesz ez az ágazat. Én megmondom őszintén, abba bízok, ez a tendencia, hogy az állomány szám csökken, ez nem csak nálunk van. Ennek több oka van, de én bízok abban, hogy ezek a lehetőségek adják majd a gazdáknak azt, hogy ugye megállítsuk ezt a csökkenést, és hogy tudjanak tovább fejlődni, és hogy a jószág állomány és a többi termesztés ágazatban is 2023-ban stabilizáljuk, és hogy tovább tudjanak lépni, és tudjanak sikeresen pályázni, és a gazdaságukat növelni. Államtitkár úr, köszönöm, hogy elmondta mindezeket. Köszönöm a lehetőséget.